Két hétre elegendő tartós élelmiszerrel, tisztító és mosogatószerekkel, higiéniai termékekkel, illetve játékokkal teli autóval érkezett hétfőn délelőtt Tegerbe a Budapesti Tündérpakk Alapítvány. A felajánlásokkal ezúttal a Család és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban lévőknek szerettek volna kedveskedni a járványhelyzet idején. Folyamatosan megyünk, hetedik hete, a nagyáruházban bevásárolunk, kartonszámra vesszük az élelmiszert, tisztasági tisztítószert, amire igény van, és körülbelül két naponta osztunk csomagot, vagy az uglói raktárunkba, vagy megyünk ugye a helyekre. Most elkezdtünk már, ugye ide Egerbe is eljöttünk, eddig nem volt kapacitásunk és időnk vidékre jönni. Most ez az első a hét hétben, hogy eljöttünk ilyen messzire, és megpróbálunk most már vidékre is elutazni. A felajánlásokkal azoknak próbálnak segítséget nyújtani, akik a járványhelyzet miatt elveszítették munkahelyüket, és kilátástalan helyzetbe kerültek. Az alapítvány tagjai a csomagokat a felmerülő igényeknek megfelelően állítják össze, valamint azt is figyelembe veszik, hogy hány fős családról van szó. A jelen helyzetben nagyon sokaknak van szüksége a élelmiszer támogatásra, otthon vannak gyerekek, és otthon vannak, ez azért sok családban problémát okoz, illetve a digitális oktatás rendszere az azért nem minden családot ért olyan felkészültséggel, hogy rendelkeznének azokkal az eszközökkel, amik ahhoz kellenek, hogy ez gördülékenyen menjen. Ebbe is tudott az alapítvány több családnak segítséget nyújtani. A Tündérpakk Alapítvány a nap folyamán a családok átmeneti otthonába is ellátogatott, ahol 10 családot leptek meg tartós élelmiszerekkel teli csomagokkal.